Most a tigris csíkok festésének technikájáról fogunk beszélni. Mint minden festési technikánál, gyerekarcfestés technikánál, nagyon fontos az, hogy az ecsetfogás az precíz legyen. Az ecset feje, nyaka és nyele, ez az ecset terjedelme. Mindig az ecset nyakánál fogjuk meg az ecsetet három ujjal, így tudjuk a legjobban irányítani az ecsetnek a fejét, vagyis a hegyét. Így azt fogja csinálni, amit mi akarunk, nem pedig megy a maga feje után. Szóval, nagyon fontos az, hogy az ecset feje az mindig merőleges legyen a festendő felületre. Tehát most én egy papíron gyakorlok, akkor a vízszintes papíron az ecset 90 fokban fog megérkezni. És hogyha csak vízszintes vonalakat húzok, akkor is 90 fokban érkezik az ecset a papírra, de ha rányomom, hogyha vastag vonalat szeretnék húzni, akkor sem döntöm meg magát az ecsetet, tehát az ecset nyele az mindig merőleges a festendő felületre. Ugyanezt történik, mikor egy függőleges felületre festünk a gyerek arcára, akkor is az ecset 90 fokba érkezik ehhez a felülethez. Nézzük meg akkor most, hogy hogyan készítjük elő a tigris csíkokat. Itt látható egy pár minta. Nagyon fontos, amikor már begyakoroltuk ezeket a nagyon vékony vonalakat, amik ugye úgy készülnek, hogy csak az ecset hegye ér a felülethez, akkor mehetünk a következő lépésre, most ugye feltételezzük, hogy ez már jól megy. Nézzük, hogyan készítjük ezt a vékonyból vastag vonalat, ami a tigris csíkoknak az alapja lesz. Tehát beállítom az ecset szögét 90 fokban a festendő felülethez, hegyesen indítom, majd rányomom, itt megvastagszik a vonal, és felengedem, elvékonyodik. Egy picit javítok, ha kell. És ha szép csíkokat szeretnél festeni a tigrisedre, akkor ez az egyik alapmotívum, amit akár többször is begyakorolhatsz. Most nézzük meg még egyszer. Hegyesen indítom az ecsetet, rányomom, itt megvastagszik a vonal, és egy kicsit meg is pödörhetem, hogy biztos szép hegyesen érkezzen le. Így lesz hegyes mindkét vége ennek a vonalnak. Közben itt elfordítottam az ecset hegyét, hogy jól lássátok, hogy egyik oldalon lapos, le van lapítva, a másik oldalról, ha ránézünk, 90 fokban elfordítom, akkor látszik az is, hogy jó hegyes. Tehát elpördítve az ecset hegyét fogjuk tudni szépen kihegyezni a vonalat. Ha megy ez egyszer, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk egymás mellé rakni ezeket a nagyon egyszerű kis motívumokat. Tehát hegyesen indítom a vonalat, rányomom, megvastagszik, itt fölengedem, megint elvékonyodik, és nagyon lassan, fokozatosan nyomom hozzá, majd megint elengedem ezt a nyomást, úgy fog elvékonyodni. És ha még mindig van festék az ecsetfejbe, akkor meg tudom ismételni ezt, persze most már látszódni fog az, hogy fogy ki a festék ebből az ecsetből, ezért egy picit töredezettebb lesz ez a vonal. De akár ezt nevezhetjük egy bizonyos művészi technikának is a tigris csíkok esetében. Oké, hogyha ezt begyakoroltuk, ezt a két vonaltípust, akkor össze is illeszthetünk kettő ilyen kis motívumot. Nézzük meg most ezt. És akkor ez egy másik típusú tigris csík lesz, tehát itt van az eddig gyakorolt vonal, most már adtam hozzá egy kis ívet is, és ehhez hozzáteszem ugyanennek a testvérét, egy picit persze más, nem teljesen egyforma ez a két vonal. És ezt érdemes egyébként, mint minden formát, az arcfestés alapelemeit minden irányból gyakorolni, mert ugye itt az az egyik fő problémánk, hogy amit meg kell oldani gyakorlással, hogy jobb oldalról, bal oldalra is tudni kell húzni vonalakat, formákat festeni, meg balról jobbra is, meg fentről lefelé, lentről fölfelé is. Úgyhogy nézzünk most erre is néhány példát.